Jó reggel. sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. augusztus 6. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin világában. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dünnyögései. Jó kis viharos napon vagyunk túl a globális tőkepiacokon. Ma reggel már úgy látszik, hogy egy szép adtanásban vannak az ázsiai tőzsdeindexek, elsősorban itt a tókiai tőzsdeindexre gondolok. Meglátjuk, hogy ez egy dead cat bounce, vagy alapvetően magunk mögött hagytuk azt a kataklizmát, amiről szeretnék itt nektek egy pár percet beszélni a mai videónak az elején. A Twitteren Edem a bejegyzését ajánlom mindenkinek a témában. Ez egy négy pontba szedett, nagyon-nagyon könnyen érthető dolog, és azt magyarázza el, hogy mi is ez a japán jen alapú carry trade, ami valószínűleg tegnap egy ilyen hirtelen fellángolásként margin call a formájában átsöpört a globális tőkepiacokon, Ugye azt tudjuk, hogy hosszú éveken keresztül az elmúlt időszakban a Japán Központi jegybank az alacsonyan, illetve negatív szinten tartotta a japán ilyen kamatokat, ami azt jelentette, hogy japán ilyenben szinte ingyen vagy nagyon-nagyon olcsón lehetett eladósodni, és ezt nemzetközi tőkepiaci befektetők arra használták, hogy japán ilyenben kvázi ingyen forrást biztosítottak maguknak, és ezt utána elsősorban USA dollár alapú eszközökben, mindenféle tőkepiaci eszközökben helyezték el, próbálták fiatatni, és akkor a kamat különbségre spekulálva próbáltak általában tőkeátételes ügyletek keretében némi profitra szert tenni. Na most a dolog az ott kapott Gellert, hogy a japán jegybank az elmúlt időszakban egy látványos kamatemelési ciklusba kezdett, megfordította a biciklit, és elkezdte emelni a kamatokat. Ezen túl pedig az elmúlt egy hónapban a japán ilyen az újságollához képest a 160-as árfolyamról, a 145 is árfolyamig erősödött vissza. Ilyen sok hatás szerűen. Na most mondhatnánk, mimkon rajongók, hogy hát ez egy 10%-os mozgás, de a világ harmadik legnagyobb gazdaságáról beszélünk, ahol mint mondom, globálisan nagyon-nagyon nagy értékű carry trade pozíció épült fel ennek a gazdaságnak a devizájára, és a kamatemelés, valamint az ezt követő hirtelen ilyen erősödés, az gyakorlatilag lángba borította ezeket a tőkátételes USA dollár alapú tőkepiaci pozíciókat a világ körül, és valószínűleg tegnap jött el az a nap, amit úgy hívnak, hogy margin call, amikor együttesen a japán ilyen Ben felvett hitel kamatszintjének az emelkedése és a japán erősödése által okozott sok, az beindított egy olyan hatást a piacokon, amikor tömegével történtek a likvidálások és a margin call -ok. Ez okozhatta logikusan a tegnapi vihart a globális tőkepiacokon. Tulajdonképpen a jó hír a dologban az, hogy Minket ez annyiban érint, hogy tegnap láttunk egy volatilis napot, de azért ez egy ál, viszonylag átmeneti dolog, tehát ha ez átsöpör a piacon, akkor jó sok hedge akik ebben a kerítőt pozícióban voltak, és évekig ezen sok pénzt kerestek, azok most megégették magukat, a piacok valószínűleg ezt a dolgot ki fogják heverni. Egy érdekességet szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, tegnap nagyon sok közösségi média influencer már hajnalban, amikor az Egyesült Államokban még bőven éjszaka volt, már azon rázták magukat, hogy itt a Fed már rendkívüli kamatemelésre, meg mindenféle rendkívüli ülésekre ez ilyen tipikus közösségi média örjöngés volt. Egy picit abba érdemes belegondolni, hogy miről is beszélünk ebben a helyzetben amikor a japán ilyen látványosan erősödik az USA dollárral szemben, és ez okozza ezt a tőkepiaci kataklizmát, egy hirtelen USA dollár kamatvágás, az csak még inkább olaj lenne a tűzre, hiszen még inkább gyengíteni az USA dollárt egy pillanat alatt, hát ugye ezt lehet érezni, hogy hogyha egy devizának az alapkamata egy komoly hirtelen vágással lejjebb kerül, akkor az a deviza, az kevésbé lesz vonzó a pénzpiacokon, tehát annak a devizának az értéke esik. Most gondoljátok meg, ha amúgy is az a probléma, hogy a japán jön egy nagyot erősödött a dollárral szemben, akkor miért ülne le tegnap éjszaka az amerikai jegybank, hogy olajat öntve a tűzre még egy kicsi kamatot vágna? Ezt javaslom végig gondolni, és egy picit, amikor a, a tegnapi örjöngésben figyeltétek a kedvenc influencereteket, hogy rázta magát, hogy itt már jön a rendkívüli kamatvágás, akkor ezt a dolgot egy picit helyezzétek perspektívába. Nagyjából ennyi, így a, a tegnapi nappal kapcsolatban nyilván a következő napoknak, heteknek a kérdése lesz az, hogy tényleg ez egy ilyen kataklizmai jellegű egyszeri esemény volt, vagy vannak egyéb fundamentális okok, amiatt, hogy a tegnap egy ilyen blow-off jelleggel egy picit elszállt a gőz a piacokról, tömeges likvidálások formájában. És azért nézzük át gyorsan a bitcoin grafikonokat is, bár itt tegnaphoz képest tulajdonképpen magas időságon változás nincsen, hetesen... továbbra is, még az előző gyertyazáráskor egy long 3-as trend struktúrát láthattunk, úgyhogy én tartom a 3 per 3-as kitettséget. Azt lehet látni, hogy supernova-ként sűrűsödött össze, Három mozgó átlag 61.500 dolláros szinten a hetes bitcoin csárton, Ez tegnap kifejtettem, ez azt jelenti, hogy hosszú távon a piac meghatározta a bitcoinnak a korrekt árát, ez jelenleg 61.500 dollárt. És abban az esetben, hogyha ezt a hetet ez alatt a szint alatt zárjuk, az azt jelenti, hogy a mozgók keresztezni fognak, és én nekem további kockázatot kell majd csökkentenem ezen a hetes idősávon. Háromnapos idősávon pozícióm nincsen, tegnapi videóban említettem nektek, hogy az előző gyertyában megkaptam a zárási jelzést, 64.500 dolláros szint alatt pozíció felvételét, trendirányú pozíció felvételét a konszenzió kereskedési rendszer nem indokolja, úgyhogy háromnapos idősávon pozícióm nincsen és az egynapos idősávon is jelenleg a pálya szélén vagyok. A min az jelenleg 63 ezer dollárnál van, mindaddig, amíg e fölött nem látom az árfolyamot és a két rövid mozgóátlagot, addig konszenciókereskedési kereskedési rendszer szabályai szerint pozíciót ezen az idősávon nem építek. Ugye a napos idősávon a long 3-ból a long 2-be itt értünk vissza 66 ezer dollár magasságában, és itt volt még bőven 60-61 dollár fölött a zárási szignál, azóta pozíció itt az egynapos idősávon nincsen és hát hogyha lemegyünk swing idősávra, négy órás idősávra, akkor azt lehet látni, hogy itt valamiféle ajképzés látható, hiszen a két legnagyobb gyertya itt a mozgásnak a végén, ez egy kifejezetten VSA divergenciát jelző szűkszpredő is gyertya, ez volt a másik, ez pedig egy ilyen bullish engulfing gyertya, egy ilyen betakaró gyertya, azt hiszem így mondják magyarul, ami az előző kettő lefelé mozgást teljes egészében betakarta a spreadjével, és jelentett egy ilyen csúcsforgalmat is, úgyhogy nagyjából ez a zóna, amit ezek a nagyforgalmú gyertyák meghatároznak nekünk, ez jelent itt most nekünk egy ajképzést, meglátjuk, hogy a következő időszakban hogyan mozog majd egy swing idősávon a bitcoin, mindaddig, amíg a 60 ezer dollárnál lévő mínalat alatt vagyunk, addig a trend az medvés, divergencia különösebben nincsen most sem lefelé, sem felfelé, azt kell majd figyelni, hogyha esetleg visszakorrigálunk a minnek a szintjéhez, akkor ott nem alakul -e ki egy trendfolytatásra utaló fordított divergencia. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, ennyit ma reggel a bitcoin piacokról, remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis videókat, és ezek a segítségetekre vannak. Amennyiben ez így van, akkor találkozunk holnap is, addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek, sziasztok!